1820-ban épült eredetileg klasszicista stílusban az Anarchi Zóbel kúria. A kúria és az azt övező, mintegy 14 hektáros kétvillás szerkezetű angol park a környék ékessége volt a 19. század végéig. A Zóbel család otthona mindig is a társadalmi és kulturális élet központja volt a településen és környékén. A kúria állapota már a híres költőnő Zóbel Minka korában is felújításra szorult volna, de a család egyre fogyó vagyona nem tette lehetővé az épület felújítását. A tavaly őszre elkészült új épületre is sokat várt a település. Most már egykori pompájában nyitva állhat a látogatók előtt. Sikerült a régi épület részből olyan estigeket kimenteni, aminek a lemásolásával az eredeti állapotnak megfelelő nyilászárókat helyeztünk el, kőfaragásokat, bejárati ajtónál a kőkorlátot eredetibe vissza tudtuk állítani, tehát igyekeztünk mi megmenteni, amit meg lehetett menteni a régi idők épületéből, amit nem pedig eredeti állapothoz nagyon hasonlóan visszaépítettük. Az eredmény ez lesz, szerintem mindenki megelégedésére. Ez egy olyan épület, amit nem csak az itteniek, hanem az ide látogatók is szeretettel megtekinthetik. 73 értéket jegyez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A települési értéktár bizottságoknak köszönhetően egyre bővül az értéklista, amelybe most olyan épületek is bekerültek, amelyek, amellett, hogy építészeti, kulturális értéket képviselnek, turisztikai vonzerő is a térségben. Ezek népszerűsítését az értéktár bizottság is felvállalja. Ez tényleg egy olyan feladat, amelyet végeznünk kell, hiszen valóban turisztikai lehetőség is rejlenek ebbe, és a másik az pedig az a szemléletformáló tevékenység, amit végezni szeretnénk, és itt kifejezetten a fiatalabb generációt megcélozva, ahogy valóban a hétköznapjaik részévé tudjon válni az, hogy milyen értékek veszik őket körül, és ők is majd a saját gyerekeiknek, unokáiknak átadva tudják majd ezt a munkát, ezt a nagyon nemes feladatot végezni. Adi és Arany között összekötő kapocsként emlegetik Zóbel Minka munkásságát. A költőnő a századfordulón Párizsban ismerte meg a modern költészetet. Elsőként alkalmazta és honosította meg a szimbólumokat a magyar költészetben. A nemesi dinasztia emlékét, szellemi örökségét az Anarchi Zóbel baráti kör ápolja.